Dabas Diego KC Nyíregyháza 38-25. Végeredmény szempontjából egy nagyon sima mérkőzés, azonban belülről bizonyára nem volt ennyire könnyű. Egyáltalán nem, főleg az első fél időt nézzük. Amíg bírta erővel a Nyíregyháza, addig nagyon komoly ellenfél volt, különben is azért meg kell említenünk azt, hogy itt kifejezetten jó játékosok játszanak. Tarna Völgyiről tudni kell, hogy válogatott kerettag volt még egy pár évvel ezelőtt, Burszacsa balátlövőjük is, NB1-es múlttal rendelkezik, a beállósuk is nagyon komoly játékerőt képvisel, mind a két szélső kapusuk, tehát kifejezetten jó csapatot sikerült itthon magabiztosan megvernünk, hogy előző héten azt mondtam, hogy egy magabiztos hazai győzelmet várok, ez a csapat teljesítette, kifejezetten örülök, és nagyon örülök annak, hogy a végén egy ilyen örömjátékkal már felszabadultan tudtunk kézilabdázni, és főleg annak, hogy még ekkor sem lankadtunk, illetve magabiztos győzelem tudatában, vezetés tudatában nem hagytunk ki, hanem továbbra is nagyon kemény határozott védekezésünk volt, és a lerohanásunkból sikerült gólokat lőni. Igen, nagyon fontos volt a védekezés, hiszen a Nyíregyháza úgymond csak egy sorral állt fel, és őket sikerült elfárasztani ilyen komolyan a második fél időre. Pontosan ez volt a célunk, tehát tudtuk jól, hogy nekünk azért kicsit hosszabb a kispadunk. Elsősorban vissza szerettük volna vágni ugye itt az őszi szerencsétlen körülmények között történő vereségünk miatt, és abból volt problémánk az elején, hogy azért mind a Burszas, mind a Tarnövölgyét a középpozícióban könnyen meglőtt bennünket, átlövés gólokat lőttek, aztán a mi hibáinkból értek indításokból, zicsereket hagytunk ki, szerencsétlenül odapattam mindig a labda hozzájuk. Viszont pontosan, tehát azt, hogy következetesen vittük rájuk a lerohanásokat a védekezésünk után, ez elfárasztotta őket, és aztán ezért lett ekkora különbség, és mondom, nincs ennyi különbség a két csapat között, de nagyon örülök ennek, hogy ilyen sok gólal sikerült itthon győznünk. Két balátlövő és irányító játékosunk is, Boda és Bodorovics is két perces kiállítást szedett össze a mérkőzés folyamán. Ez mennyire változtatta meg a játékképét a másik fél idő hajrájára? A hajrában már annyira nem számított annyira, mert hogyha Bodorovics Istvánt kiállítják, akkor is tudtam volna még valakit becserélni, és akkor már az eredményt konkrétan nem befolyásolta volna. Ott a Boda Tamásnak első fél időben szedte össze mind a kettőt. Ez a taktikánk része, hogy az újra inkább az első fél időben játszik, aztán hogyha nem fontos, akkor más kap szerepet a második fél időben, ezért őt is ki tudtam venni itt a második fél időben, úgyhogy ebből nem volt itt problémánk. Én azt gondolom, itt a második fél idei védekezésünknek és kapus teljesítményünk, illetve a lerohanásunknak köszönhetően tényleg lett annyi a különbség, illetve azért ha ki kell mégis emelni, de a Szabolajos pedig megint csak meg a játszik. Bodorovics Istvánnak ráadásul a szemöldöke is felszakadt az egyik szerencsétlen ütközés követően. Egyik oldalról jó hír, hogy jönnek vissza a sérültek, egyre jobban lendülnek játékba, másik oldalról mindig történik egy-egy újabb variáció. Hogy áll most a csapat? Kik sérültek, illetve kik épek? Nagyon remélem, hogy István Ceged ellen fog tudni játszani. Felszakadt a szemöldöke, tehát ha össze is kell varni, még nem tudom, még erről nem beszélgettünk, akkor is azt gondolom, hogy jövő hét szombaton azért fog tudni játszani. Nagy Tamás hiányzik sajnos, ő neki tüdőgyulladása van. Biztos, hogy hiányzott ma is, de Cegén ellen mindenkire szükségünk van, minden erőnket mozgósítani kell ahhoz, hogy a bajnok esélyes otthonában győzni tudjunk, és nagyon remélem, hogy Tamás meggyógyul és fogunk tudni segíteni. Egyébként pedig a többiek szerencsére egészségesek, rendben vagyunk, és pontosan, hogy itt Szabó Lajos meggyógyult, tehát a sérülés után van, nagyobb variációs lehetősége van az edzőnek, mint ami látszott most is. Tudtam forgatni a csapatot, és ez mindenféleképpen pozitív volt, míg a Nyíregyháza kevesebbet tudott cserélni, azért ott is vannak fiatal, tehetséges, ügyes gyerekek, de azt gondolom, hogy minőségi cserék ülnek nálunk a kispadon. A Cegléden kívül még egy nagy rangadó következik, a Török Szent Miklós érkezik legközelebb a Dabasgirigó sportcsarnokba, azért gondolom könnyebb egy ilyen magabiztos győzelem után készíteni a fiúkat erre a nehezebb találkozókra is. Természetesen, de azért tudnunk kell azt, hogy semmi okunk nincs arra, hogy elbízzuk magunkat, tehát Cegléden tavaly elég sok góllal kikaptunk ott idegenben, illetve a hazai pályán kikaptunk itt ősszel a Cegléd ellen, mindenképpen szeretnénk visszavágni, és hát mindig a következő meccs a legfontosabb, de pontosan itt most két rangadó jön egymás után, utána pedig jön hozzánk a Török Szent Miklós,
ha mind a két mérkőzést sikerülne megnyernünk, azzal maximálisan elégedett lennék természetesen, de ha csak kettőből egyet hozunk, az mindenképpen is semmi probléma. A mai győzelemmel is biztosított a hely a dobogón. A többi eredményt egyelőre még nem ismerjük, így nem tudunk, hogy pontosan hanyadik helyen. Gondolom ez a szezon végén is megfelelő pozíció lenne a csapat számára. Sőt, egy helyet előre léptünk. Tudni kell azt, hogy a Hajdúböszörmény, akit mi előző héten megvertünk idegenben, győző Békése. Békés egy ponttal volt előttünk, így most őket megelőztük, második helyen vagyunk, mert ezzel még nekünk nem kell foglalkoznunk, azért nagyon nagy csaták várnak még ránk, de mindenféleképpen egy nagyon jó kiinduló pont, és nagyon örülnék neki, hogyha ezt sikerülne megtartanunk. Ha a harmadikok leszünk, akkor sincs semmi probléma, de ha már lehetőségünk van arra, hogy megint ezüstérmesek legyünk egy sokkal kielezettebb, keményebb bajnokságban, mint ami az tavaly volt, akkor tényleg maximálisan elégedettek lehetünk, és ugyanúgy meg fogjuk ünnepelni, mint tavaly azt tettük. A mai találkozóra nagyon jó hangoló volt a junior mérkőzés, hiszen ott egy nagyon izgalmas másik fél időt követően egy góllal sikerült megverni a nyíregyházi fiatalokat. Igen, nagyon büszke vagyok rájuk, azért a küzdeni tudásból hétről hétre mindig jelesre vizsgázok. Nem mindig tökéletes a játékunk, nem mindig úgy működ, úgy megy a gépezet, ahogy azt szeretnénk. Azért itt vannak problémáink, ilyen főiskolás egyetemisták, akik keveset tudnak edzeni, de a szívük lehetik a pályán a srácoknak, és bizonyos dolgokat pedig már elég jól elsajátítottak, tehát amilyen problémáink voltak esetleg itt ősszel itt az első fordulókban, azokat egyre jobban kiküszöbölik, illetve van egy-két-három olyan taktikai element, elég jól sikerült elsajátítanunk, és a hatalmas küzdeti tudás mellett ez hozza meg az eredményét. Nyíregyháza most nem tudom, de azt hiszem, hogy még ki se kapott ez a Nyíregyháza ifj, egy nagyon tehetséges, jó csapatból áll, tehát országos szintű tényleg, és hogy sikerült őket egy góllal megvenni, úgyhogy már vezettek 6-7 góllal is, ez egy tényleg egy hatalmas siker. Szabó Lajos, köszöntöm a MAG Televízió kamerája előtt. Egy hosszú sérülés után ez volt az első olyan mérkőzés, ahol hosszabb időt tudtál a pályán tölteni, és úgy láttuk, elég jól ment a játék is. Köszönöm szépen, örülök, hogy így láttátok, én is így éreztem bentről. Jó is volt egy kicsit többet játszani, nem úgy, mint esetleg a meccs vége felé 10 percet kapni, de azt gondolom, hogy jó ez a fokozatosság, amikor egy kicsit az ember nem egyből, ami vízbe van bedobva, tehát én azt gondolom, hogy ez jó volt. Még van teendőm a lábammal, még gyógytornázni kell, de hát úgy tűnik, hogy azért jó szolgálatot tesz. Szerencsére a társak is ki tudnak segíteni, hiszen átlövő helyen ma nem álltunk rosszul, hiszen Elek Gábor és Szobor Zsolt is a rendelkezésre állt, de tényleg neked sikerült a legtöbbet a pályán töltened ma. Igen, én azt gondolom, hogy a Szacsának azt köszönhetem meg, hogy jól ment, fönntartott, de azt gondolom, hogy az elmúlt szezonnak a második fele is azt mutatja, hogy azért a csapat az komplett. Ha valaki kiesik, akkor oda jócskán be tudnak segíteni bárki. A mai mérkőzés egy végére nagyon sima találkozó lett, azonban fél időben még döntetlen volt az állás. Mi hangzott el a szünetben, hogy ilyen jól sikerült a második fél idő? Számítottunk arra, hogy egy nagyon nehéz meccs lesz, ugye a Tarnavölgyi Bursács, jó lövők, jó kiegészítő emberekkel, viszont arra azért számítottunk, hogy ők azért ketten vannak kiegészítő emberekkel, van egy viszonylag erős, de nagy darab beállójuk, aki az idő elteltével azért el fog fáradni. Ezt lehetett is látni a meccs háromnegyedétől, szinte lerohanásoknál egy emberrel többel tudtunk menni, úgyhogy ez a fajta különbség jött ki, én azt gondolom, hogy a meccs végére. Neked kellett a legtöbbet védekezni Burzácson, de ő is nagyon elfáradt a másik félre, közvetően valószínűleg a te védekezésednek is. Az elején, a meccs elején talán ilyen 20 percig nem igazán találtuk, ott tisztán tudott lőni, 9 méterről fel tudott ugrani, el tudott ugrani a fal mellett, befele kanyarodott, nem igazán tudtuk fogadni, aztán talán a 20. perc után kezdtünk előrébb jönni, középen is, egy az egybe is, tehát talán akkor ő fáradt, meg egy kicsit elhangolódtunk, úgyhogy ez volt talán a különbség. A végén a másik fél időben Szobollal játszottál együtt a jobb szélen. Nagyon jól sikerült, úgy látszik, a páros játékotok. Ti mennyire vagytok összeszokva? Én azt gondolom, hogy Gigi is egy nagyon-nagyon jó jobb szélső, Szobi is egy nagyon-nagyon jó jobb szélső. Hát többet játszottunk együtt, ő annyiban másabb jobb szélső, mint Gigi. Nagy lendülettel jön a labdára, sarokból indul, szinte kettesből tud lőni, úgyhogy ez az előny, azt gondolom, hogy ez talán jobban feküdt a Nyíregyháza ellen a második fél időre. Még mindig azért vannak sérültek, vagy akik sérülésből jönnek vissza, így jobban kell forgatni a csapatot, és ráadásul ma Bodrovics is, annak a szemöldök is felszakadt. Az ő állapota mennyire súlyos?
Nem tudom még. Ugye, bocsánat, azért nevetek meg klasszikusan, ugye a Horváth Ferinek szokták szétcsapni a szemüveget. Hát úgy látszik, az egyik hármasunk az mindig ezzel a nyüggel vajlódik. Nem tudom, hogy varni kell, nem kell varni, ez majd kiderül, még nem tudtunk eljutni odáig. Egy könnyű győzelem után viszont nagyon nehéz mérkőzések várnak rátok. Jövő héten Cegléden lesz idegenben egy találkozó, illetve utána a hazai pályán jön a Török-Szent Miklós. Hogyan készültök ezekre a mérkőzésekre? Úgy tudom, hogy Cegléd erősödött a őszi szezonhoz képest is, és ugye ott kikaptunk a Ceglédtől. Idegenben megyünk egy nagyon-nagyon nehéz meccs lesz. Én azt gondolom, hogy a felkészülés jól sikerült, utána az első két meccs is ezt igazolja, a csapat egybe van, egymásért küzdünk, aztán elmegyünk és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Többet erről nem lehet mit mondani, eddig a Nyíregyházára készültünk, aztán jövő hét lesz az, hogy felkészülünk Ceglédre. Mag Televízió. Önökért vagyunk.